három barackfa ültetésével kezdődött el egy környezettudatos program a József Attila kollégiumban. Az egyik fát hagyományos vegyszerekkel kezelik, míg a másik kettőt a biogazdálkodás szabályai szerint gondoznak. Össze fogjuk hasonlítani, hogy a fák egy részét biomódszerekkel növényvédőzzük, a másik részét hagyományos vegyszerekkel, megtekinthető lesz majd a különbség, és ennek keretében álltunk össze a Vörös Marti Szakképzési Centrumnak a Vörös Marti iskolájával, hogy ilyen magas ágyásokat tudjunk ide készíteni. A mini gyümölcsös mellett most magas ágyásokat hoztak létre. Az ágyásokat a Vörös Marti szakközép diákjai barkácsolták, a földet pedig a depónia hozta az intézménybe. Tavaly létrejött az ökomunkacsoport, és hát megpályáztuk mi is ezt az ökoiskola címet, amit sikerült is elnyerni most 2022 tavaszán, de ez állandóan kihívások elé állítja az intézményt. Állandóan fejlődni kell, dokumentálható eseményeket kell létrehozni, hogy mit tettünk azért, hogy a diákok környezettudatosabban gondolkodjanak. Az ágyásokba fűszernövényeket ültetnek majd, a gondozás és a felhasználás pedig szakkörök keretében történik. A József Attila kollégium nemrégiben elnyerte az ökointézmény címet. A fejlesztés a program keretében történik.